14. helyen végeztél életed első olimpiáján, ezt így röviden felzetve is látjuk, hogy nem olyan rossz eredmény, gratulálunk hozzá. Mit éreztél, amikor besétáltál először a lőtérre? A 14. helyet ugye a második versenyszámommal euh, szereztem, előtte légpisztolyban indultam, ahol kicsit szerényebbre sikerült, ott 33. lettem. Egyébként egy kb. 40, 40x fős mezőnyről van szó, szóval a lövészet eléggé elég népes mezőny az olimpiához képest, tehát nem 12 en indulunk. Öm, és azért ott lekerült egy elég nagy nyomás rólam, meg, meg az az első druk, ami egy talán egy első olimpiával jár. És a sportpisztolyra már egy kicsit hátán tapasztaltabban tudtam beállni, vagy vagy legalábbis nem volt bennem az, hogy Úristen, ez az első lövésem az első olimpiámon, hanem, hanem az az első nagy, nem tudom, Hát tényleg talán nyomásnak nevezhetném, amit saját magamra raktam, tehát hogy nem, a többiek rám, hanem én magamra, az, az úgy lekerült addigra. Egy nagyon speciális sportágról beszélünk, már hogyha a mezőnyt is nézzük, akkor is egy nagyon nagy számú mezőnyről van szó, és hát sportként nagyon sokáig lehet űzni ezt a sportágat, erről te magad beszéltél még korábban. Mi tudnál egyébként elmondani róla, mikor kerül igazából tényleg fókuszba egy versenyző, amikor már a nyomást tényleg magára helyezés és, akár láthatja az esélyeit. Nagyjából, egy, hogyha egy 14 évesen elkezdi az ember, akkor egyébként még nincsen elkésve, én is 14 és fél évesen kezdtem, akkor még bőven sertülő ifi körül van, és akkor, amikor juniorba kerül, akkor ott már elkezdheti nemzetközi szinteken is megméretni magát, és utána van egy nagy váltás, hogy tud-e a felnőttek között érvényesülni, akár már néha juniorként is, vagy egyáltalán be tud kerülni például az adott ország nemzeti csapatába, a felnőtt csapatba, mert mivel sokáig lehet csinálni, azért akik a felnőtt csapatban vannak, elég ritkán kerülnek ki onnan, mert tapasztalat, stb. versenyrutin, tehát sokszor nehéz bekerülni, és akkor az élet úgyhoz, hogy általában lemorzsolódnak nagyon sokan, akik jók voltak juniorként. Én egyébként még juniorként szereztem a, a kvótát tavaly augusztusban, úgyhogy ott bőven nagyon fiatalnak számítottam abban a mezőnyben, és nagy szerencsémre én már több éve a felnőttek között tudtam fölversenyezni többször de úgy gondolom, hogy egy 20x évesen kezd azért beérni az ember igazán, és, és utána nincs megállás. Te most mit érzel magadban, és hogyan értékeled ezt az első olimpiát? Mondtad, hogy egy kis nyomást te magad helyeztél magadra. Én most nagyon motiváltan érzem magamat. Nagyon örültem annak, hogy amikor kiálltam előállásból és hazajöttem, akkor nem egy ilyen szomorúság volt rajtam, hogy nem feltétlen azt a eredményt értem el, amit, amit szerettem volna, mert nyilván, hogyha valaki az olimpiára kijut, és, és ott versenyezhet, akkor nem feltétlen 14. szeretne lenni, tehát, hogy nyilván mindenkinek van egy saját elvárása, de, de nagyon örültem annak, hogy ez inkább a pozitív oldalát tudtam megfogni, és úgy voltam vele, hogy még több edzés, még több verseny, még többet szeretnék beletenni azért, hogy, máskor jobb eredményt tudjak elérni, és nem az volt bennem, hogy jaj, most akkor elvesztettem úgymond a lendületet, hanem inkább pont, hogy új lendületet kaptam. Los Angelesről tudunk már beszélni így fejben? Hát, kicsit felesleges szerintem, mert csak két év múlva fog kezdődni a kvalifikáció egyáltalán. Öm, annyit tudunk, hogy Los Angelesben a sportlövészet ugyanúgy a nagyfaluban lesz, és építenek oda a lőteret, mert ugye most a Párizsi olimpián mi nem Párizsban voltunk, hanem Saterúban, majdnem 300 kilométerre, úgyhogy nem nagyon volt meg ez az olimpiai feeling, meg nem tudtunk a nagy csapattal lenni, úgyhogy egyelőre ennyi információ van a Szent Seleszről, és... Um... De gondolom megcélzott, alapvetően erre gondoltam. Igen, persze. <laughs> de, de, ez nyilván rengeteg tényezős dolog, tehát, hogy senki nem mondhatja azt, hogy jó, én biztosan ott leszek, mert, mert bármi történhet, úgy mondod, vagy jöhetnek fel olyan lövők, akikre nem számít az ember, stb következő két évben mi vár rád így versenyek területén? Hát, most nagyon sok alapozás lesz, az biztos. Ilyenkor az olimpia után évben, főleg, hogy végre nem három éves ciklusról beszélünk, hanem négy, ugye jó miatt csúszott a párizsi ciklus. Ezért ilyenkor van egy év, hogy kipróbáljunk új dolgokat, vagy megtapasztaljunk új dolgokat, amiket, hogyha nagyon szűk a versenyszezon, akkor nem feltétlen kezd el kipróbálni az ember, mert inkább a biztosra megy, úgyhogy ilyenkor van idő újítani egy kicsit, akár fegyvert váltani, vagy, vagy új technikát kipróbálni, és a többi, és, és utána ennek a begyakorlása igazából a hátralévő időben, ami, ami marad. Azt is említetted korábban, hogy a török versenyzővel kapcsolatban, akiről nagyon sok videó, fotó és mém elterjedt. Ugye az ezüstérme miatt is, és hát úgy mondom, hogy a képen látható, nevezzük úgy lazasága, de ez nem lazaság valójában, hanem ez az ő módszere, stratégiája, technikája. Szerinted ez milyen hatással volt így az emberekre? Én nagyon örülök annak, tehát az köztudott, hogy a sportlövészet nem egy túl népszerű sportág. Ö, ha más nem azért sem, mert például az alapverseny eszméletlen unalmas egy, egy kívülállónak, mert hosszú, monoton ugyanaz történik, nincsen túl nagy akció közben. A döntő az már lehet izgalmasabb, az kicsit rövidebb, dinamikusabb. És nagyon jó esett, hogy amikor megtudták az emberek, hogy sportlövő vagyok, vagy akikkel így beszélgettem, akkor, akkor egyből Jusufra került a, a, szó, és mondták, hogy ú, akkor te is sem, mint, mint ez a török lövő. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy úgy jobban a köztudatba került. Nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, mert azért ugye ezek a trendek eléggé tiszavirág életűek, de, de szerintem mindenképpen adott egy nagy boostot a, a, sportágnak. Egyébként hogyan látod itt Magyarországon a sporták helyzetét? Azok az emberek, akik például most itt ott voltak az olimpián, a magyarok közül mindenki eszméletlen jó, tehát uh, Európa bajnokok, nem tudom hányszoros világkupa győztesek, stb. Uh, világcsúcs tartók, és uh, úgy gondolom, hogy nagyon motiváló egy ilyen közegben készülni, hogy nem az van, hogy mondjuk én vagyok egyedül az országban, aki jó, hanem mindig van olyan, aki, aki tud húzni, mert ez nagyon fontos, hogy, hogy ne kényelmesedjen bele az ember abba, hogy ja, én úgyis is kijutok az EB-re, úgyis is kijutok a VB-re, hanem mindig kell, hogy legyen egy kis verseny, hiszen akkor fogok ott is jól teljesíteni, hogyha ez megvan. Következő nagy verseny számodra? Most novemberben egyetemi világbajnokság Indiában, úgyhogy most arra készülök. Egy kisebb pihenő után az olimpia, az olimpia után ugye kicsit kerültem előtt, nem is kerültem teret, nem ilyenkor Szükségem van mindenkinek egy nagyobb kiengedésre, úgyhogy most erre készülök, és akkor jövőre pedig kezdődik a világkupa sorozat és az Európa bajnokság. Sok sikert kívánok, köszönjük. köszönjük szépen.